Őszinte tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Azért igyekszem minél pontosabban kezdeni, mert ez a mai egy hosszú menetelés lesz. Tudnélik, igen-igen sok információt kell átgondolnunk, és szinte minden egyes mondatnak óriási súlya van, hogyha el akarjuk sajátítani a gondolkodás elvesztett művészetét. Reméljük, hogy majd az érdeklődés fennmarad, és a későbbiekben tudjuk folytatni gyakorlati síkon további ilyen jellegű gondolatmeneteket áttekinthetünk együtt, de miután arról beszéltünk, hogy létezik pozitív tartalommal megtöltött gondolat, és sajnálatos módon negatív tartalommal megtöltött gondolat is, amelyek ráadásul a mi erkölcsi és eszmei felfogásainkkal nem egyeznek, ezekhez miután stressz hatást váltanak ki, ezeknek olyan idegingert közvetítők megjelenése jár a nyomukban, amelyek amellett, hogy a negatív érzések váltják ki őket, és ez ugye önmagában is egy kellemetlen közérzettel társul, ennek a fizikai életünkre gyakorolt hatása sem elhanyagolható. A stressz amúgy is kártékony hatásáról híres, a betegségek 80%-a állítólag stresszel, illetőleg valamiféle negatív kedélyállapottal hozhatók összefüggésbe. Ne zavarjon meg senkit ez a cím, egy kicsit brutális, tudom, de legalább nem felejtjük el. Nagy takarítás, agytakarítás, ezek könnyen társítható fogalmak. Sejjének egy idézetét venném én ide az elejére. Sejje a maga idejében azt fogalmazta meg, hogy a racionális értelem korában is szinte megörvendezteti az embert, hogy az emberi magatartást nevelő vallásos és bölcseleti doktrinák hátterében tudományosan megalapozott, és ebben a műfajban tetten érhető és nyomon követhető biológiai igazság húzódik meg. És talán a múlt alkalommal is idéztem, egy érdekes cikket kaptam, úgy látszik vannak rokon lelkek, akik ugyan nem mondják ki, hogy ők azok, de miközben hallgatják az előadásaimat, utána valahonnan a tarsolyból előszednek az én előadásommal teljes összefüggésben, egyezésben lévő cikkeket, és oda csempészik az asztalra. Nos, az egyikben egy ilyen mondatot találtam, hogy a modern tudomány jobbára csak azt fedezi fel, amit a régiek már tudtak. Szóval ez is körülbelül tartalmilag ezzel a Sejje idézettel hozható összefüggésbe. Éreztük-e már, hogy kikapcsolt az agyunk? Bármit válaszolunk erre, biztosan tudom, hogy igen, mert én is. Én is egy átlagember vagyok, és ha én éreztem, akkor bizonyára mások is érezték. Voltunk-e már kedvetlenek, szétszórtak, frusztráltak, nyomottak? Vannak-e egészségtelen élvezeti vagy életvezetési szokásaink, amelyek fogságban tartanak? Vannak? Kérdeznék egy-két kellemetlent, jó? Szeretjük-e a sajtot? Igen. A sajt opiátok termelésére sarkalja az agyat, sőt dopamin termelésére, hozzászokást kialakító, enyhe kábítószeres hatással járó élelmiszerről van szó. Szeretjük-e az édeset? Mondjuk a cukrot? Na, akkor ez kivétel. Az emberek többsége már gyerekkorában ezt a rossz szokást felveszi, ugyanúgy mondhatnám, dopamin termelésre, opiátok termelésére sarkalja az agyat, enyhe kábítószeres hatása van, és hozzászokást alakít ki. Mondjak még? Hús. Ugyanígy. Opiátok termelése, dopamin termelés, hozzászokás. Együtt jár a hús élvezetével. Az ember ugye nem tudja, hogy ilyen folyamatok húzódnak a háttérben, megkívánja, eszi, és nem tudja sok esetben, hogy azért eszi, mert már függő viszonyban van vele. Azt egy külön alkalommal majd megbeszélhetjük. Ugye jeleztem önök felé, hogy a legközelebbi alkalommal összefoglaljuk néhány konkrét terület érintésével az eddig elhangzottakat, és utána teszteljük azt,
hogy ki mennyit fogadott be abból, amit elhangzott. Nem kap senki egyet. Nincsenek borzasztó konzekvenciák sem. Tehát emiatt nem szabad távol maradni, mert hogy félünk egyfajta megmérettetéstől. Az úgynevezett Kína tanulmány tekintenénk át. A Kína tanulmány egy 30 éven át tartó tudományos felmérés sorozat eredményét tárja majd elénk, amit 880 millió emberen végeztek. Ugye ilyet csak Kínában lehet. 2400 megyére terjedt ki, és 650 ezer egészségügyi dolgozó végezte. És annak az eredményei, miután ilyen megalapozott vizsgálatra épülnek, majd felvetik azt a kérdést, hogy vajon a tudományos eredményekkel milyen mértékig tudunk és akarunk szóbálni, ha netántan a tudományos eredmények az eddig életgyakorlatunkat némileg kritika alá vonják. A gondolkodással kapcsolatos, minden a fejben dől el. És ezen lemérhetjük azt is, hogy az itt elhangzottak beépülnek-e a gyakorlati életünkbe, tehát tudatos gondolkodás és konzekvenciák és döntések ezután a tudatos agyi tevékenység részét fogják képezni, vagy pedig nem. Mert ha nem, akkor visszasüllyedünk a régi, megszokott sztereotípiák világába, és azt tesszük, amit a külvilág elvár tőlünk, és akkor éljük a magunk életét ennek a kedvezőtlen irányvételnek minden következményével együtt, mert ne felejtsük el, az ember azzá válik, ahogyan gondolkodik. Sőt, Szokratész kifejezésre juttatta, hogy az ember gondolkodik, az ő maga. És ha gondolataim formálnak engem, és ezt én a befolyásom, a hatalmam alá vonhatom, akkor meghatározhatom, hogy milyenné válok. Nem a környezetem, nem a kívülről rámerőltetett ideológiák, eszmék és érzések fogják azt a valakit formálni, aki vagyok, hanem én magam, ha eszményképeim vannak, ha van meggyőződésem, akkor ezeknek megfelelően fog a tudatom formálódni, mert minden gondolat azonnali hatást gyakorol az agy struktúrájára. Újra húzalozza az agyunkban az idegi hálózatok működését, mikéntjét, kapcsolatrendszerét. Minden gondolat. Most is. Amikor engem hallgatnak, gondolatok születnek, képzettársítások alakulnak ki, és vagy a befogadás, vagy az elutasítás jegyében formálják azt a valakit, aki vagyok. Tehát lehet, hogy most már utólag késő, mert ha ezt tudják, nem jönnének el egy ilyen alkalomra, de most már mindegy, ezen túl vagyunk, a tényen nem változtathatunk. Ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. És Marcus Aurelius, a nagy filozófus császár is ugyanezt fogalmazta meg, hogy a mi érzéseink és a mi gondolataink alakítanak bennünket. Minden gondolathoz társul egy érzelem, és ezek így együtt alkotják a jellemet. A gondolataink és az érzéseink összessége az a valaki, akik vagyunk. És hát ilyenkor az ember azért egy kicsit úgy elgondolkodik, én olykor megrettenek, mikor egy-egy érdekes gondolat úgy felszínre jön a tudatalattiból, hű, ez is bennem van, ez vagyok én. Ha a gondolataimmal vagyok azonos, akkor ezzel a gondolattal nem szeretnék azonosságot vállalni hosszú távon. Tehát valamiféle agytakarításra szükségem lenne. Tudjuk, hogyan hatnak a gondolataink érzelmeinkre és testünkre. És ami izgalmas, a testünk és az elménk, a testünk ennek a következményeitől, de az elménk megújítható a mérgező gondolatoktól. Ha önök kezében ott van a szórólap, ez a meghívó, akkor láthatjuk, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, fogalmazza meg az ókori bölcsesség, tehát az elme változtatható. Korábban elhoztam is egy könyvet, felmutattam a változó, az elmúlt 20 év tudományos felismeréseinek összegzése van ebben a bizonyos könyvben. 20 évvel ezelőtt nem vallották, sőt elutasították, hogy az agy változtatható.
Ma már tudjuk, hogy a gondolataink változtatják, és ezt a tudomány elismeri, és támogatja. Egyre másra jelennek meg azok a könyvek, amelyek ezt a kérdést feszegetik, és rámutatnak arra, hogy kikapcsolta ki az agyamat kérdésfelvetésen, jó lenne elgondolkodni, mert lehet, hogy úgy élek, abban a hiszemben, hogy én tudatos ember lévén gondolkodom, közben nem gondolok annak utána, hogy a körülmények, a környezetem, a plakátok, a reklámok, a tévében látottak, hallottak formálnak engem, mert kontroll nélkül fogadom be mindazt, amit a környezetem kínál. És ezért hangzik ugyancsak egy ókori bölcsesség e felismerés jegyében, ejtsünk minden gondolatot foglyul. Magyarán vonjuk a befolyásunk, az uralmunk alá a gondolatainkat, mert nem szabad szabadjára engedve hagyni, hogy formáljanak minket ellenőrizetlenül a tartalmuknak megfelelően. Hogyan működik mindez? A toxikus gondolatok úgy működnek, mint a méreg. És így a gondolatok mérhetőkké válnak, mert a gondolatok nyomán idegingeret közvetítő anyagok keletkeznek, ezeknek a mennyisége és a miensége mérhetővé válik. És a gondolataink életünk minden területét, akár pozitív, akár negatív irányba is képesek befolyásolni. Ez azért eléggé kiábrándító, hogyha mondjuk az eddigi gyakorlatunkat is átgondoljuk. Érdekes, hogy a Biblia ezt leegyszerűsítve képvisel, és azt mondja, hogy az ember megszületett az Isten teremtői hatalmából adódóan, és azonosult az Isten értékrendjével és gondolkodásával. Ha az Isten képmását hordozza az ember a Biblia tanítása szerint, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten maga is a gondolatoknak és az érzéseknek összessége. Az Isten maga is olyan, ahogy gondolkodik és ahogy érez, és az ember is így épül fel strukturálisan, és az az ember azért hordozta az Isten képmását, mert úgy gondolkodott és úgy érzett, hogy az Isten. A bizalmatlanság megjelenése kapcsán eltért az ember az Isten értékrendjétől, és ezt nevezi a Biblia bűnnek, a bűn céltévesztés. Eltért a jónak tartott, a helyesnek tartott, az életet jelentő iránytól, és a megtérés, érdekes módon ez a he hamartia, görög szó, azt jelenti, hogy a gondolkodásmód megváltozása. A gondolkodás tehát megváltoztatható. A gondolkodás irány, a gondolkodás erkölcsi tartalma, irányultsága megváltoztatható, mégpedig a szeretet hatalma alatt, mert a szeretetnek bizalmat teremtő és elkötelező jellege van. És ha engem a szeretet megérint, példának mondanám, akit én szeretek, annak nem akarok szomorúságot okozni. Igaz? Ezért meg nem bántanám a hozzám közelállókat, és hogyha megbántom őket mégis, akkor ez nekem fáj a legjobban, és alig győzöm jóvá tenni, mert szomorúságot idéztem. Így működik a megváltás. Az Isten szeretett engem, ezért ennek a szeretetnek a hatására én bizalmat táplálok irányában, és elfogadom jónak azt, amit az életemre nézve akar, a bizalom jegyében. Tehát leegyszerűsítve így működik az ember és a gyógyulás. És ez a fordulat az agyunkban fizikai területeket elfoglaló gondolatokkal társul. Lakótelepek jönnek létre, ezek növekednek, változnak a gondolat tartalmának függvényében. Minden döntésünket, szavunkat, tettünket, fizikai reakcióinkat is befolyásolják. Szokás mondani, hogy a fejben dőlnek el a dolgok. Tényleg így van. A gondolatok síkján. Hogy működik egy gondolat? Ugye két idegsejt közötti találkozás, ez a bizonyos szinapszis, az idegsejt hosszú nyúlványa, az axon, kapcsolódik a másik idegsejt rövid nyúlványához, a dendrithez. Közte van a szinaptikus rész, ezt a szinaptikus részt tölti ki az idegingelet közvetítő anyag. És az idegingelet közvetítő anyag pedig a gondolatainknak megfelelő tartalmú minőségű, és ezek
érzelmekhez kötődnek, az érzelmek pedig meghatározzák ezeknek az anyagoknak a mienségét, génszintű hatást váltanak ki, vagy betegségre hajlamosítanak, vagy éppen a betegségre való hajlamoktól szabadítanak meg minket, mert megerősítik az immunrendszerünket. Tehát az axonvégben lévő szinaptikus vezikulákból impulzus hatására kiszabadulnak ezek az ingerület átvivő anyagok, és a másik idegsejt membránjához kötődnek. Ez volt a tudományos rész, csak azért, hogy érzékeljük, hogy mindaz, amit erkölcsi és eszmei vonatkozásban korábban elmondtam, az nem a tudománytalan, csapongó gondolatok világából származik, hanem ezek hátterében megfigyelések, vizsgálatok egész sora húzódik meg. Így jut el, tehát ez a bizonyos információ az egyik idegsejtől a másikig, így alakulnak ki új kapcsolatok az idegsejtek között, miközben aktívan gondolkodunk. Tehát az aktív gondolkodás újrahuzalozza az agyi idegek hálózatát, új kapcsolatok jönnek létre, szélesedik, tágul, terebélyesedik a fának a lombozata, ahogy a gondolatok újabb és újabb kapcsolódásokat hoznak létre. Egy gondolat működés közben itt egy úgynevezett piszkos 12-t kellene sorra vennünk. Ezek azok a gondolati területek, ahol a károkozás tetten érhető, mert ezek a gondolatok ártalmasak, mint a méreg. Vannak mérgező gondolatok, ezekhez mérgező érzelmek társulnak. Ezek nyomán mérgező szavak hagyják el az ajkunkat, amelyek visszacsatolás formájában visszahatnak ránk, elköteleznek bennünket akár mérgező döntések meghozatalára, el nem varrott szálak és érzelmileg frusztrációs állapotok eredményeképpen álmok formájában fognak felszínre törni, erre majd kitérünk egy másik alkalommal. Nappal, amikor gondolkodunk, az aktív irányból indulunk az elvont dolgok irányába, éjjel pedig fordítva történik. Az elvont dolgok, a megfoghatatlan dolgok irányából indulunk el a konkrétabb dolgok formájába. Az álmokban szereplőkiosztás, szerepkiosztás történik, valóságos történeti háttérbe ágyazottan jelennek meg azok a gondolatok és érzések, amelyeket nem tisztáztunk este. Megint csak az ókori bölcsesség irodalomból szeretnék egy példát idézni. Le ne menjen a nap a ti haragotokon, mert ha együtt élünk a haraggal, lefekszünk vele, nem dolgoztuk fel, éjszaka ki tudja, hogy milyen hatásokkal kell számolni, gyűrjük a lepedőt, szétizzadjuk magunkat, stb. Pusztán azért, mert este erre nem került sor. Mennyire jó egy keresztény embernek, este imádkozik. És az imádság közegében és alapján lehetősége van arra, hogy átgondolja a vele napközben történteket, pozitív és negatív dolgokat egyaránt, és ha hibázott, akkor el tud szakadni ezektől. Van egy másik, a Bibliában olvasható kijelentés, amik hátam mögött vannak, azokat elfelejtem. És így megszabadulhatok riasztó, nyomasztó álmoktól is. Tehát amelyek hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, amelyek előttem vannak, azoknak célegyenesnek időlök. Van mérgezett hit is. Olyan hiedelmek, amelyektől nem tudok és nem akarok megszabadulni, ezek hatnak rám. És ha érzelmileg is kötődök hozzájuk, akkor nincs senki, aki ezektől meg tudna szabadítani. Ha én nem akarok valamit elhinni, akkor történhet bármi, én nem fogom elhinni. Még ha az összes tudományos bizonyíték a rendelkezésemre is áll, hogy ez bizony igaz, de ha bennem valamiféle érzelmi távolságtartás is jelen van, nem képes az agyamat áthuzalozni jótékony irányba az új felismerés. Van mérgezett szeretet, ez a majom szeretet, amikor én gúzsba kötöm a másik embert a szeretetemmel, nem engedem mozdulni. És olyannyira függővé válok ettől, hogy nekem is beszűkül a tudatom, és csak egy dologra tudok gondolni. Mérgező érintés, mérgező komolyság, mérgező egészség,
amikor hihetetlenül féltem magam, hogy jaj, velem mi történik. És patika mérlegen mérem a korpát, hogy okvetlenül annyi legyen az ételben, amennyit én elgondoltam, semmivel sem kevesebb, és meglegyen benne a B-vitamin csoport, minden tagja, C-vitamin, D-vitamin, minden, mert ha nem, akkor elkezdek aggódni magamért. És ez stressz hatást vált ki minden kártékony következményével együtt. A mérgezett gondolkodásmód milyen következményekkel jár? Szélsőségesen gyötrő, feszítő erőt jelent maga a stressz, melyet a mérgezett gondolkodásmód idéz elő. Ezernyi bajt okoz az elmében és a testben, a feledékenységtől a komoly mentális, immunrendszeri, szívreható és emésztési zavarokat okozó betegségekig. A stressz az emberi szervezet minden részére kihat, utaltam rá, hogy a fizikai betegségek 80%-ának hátterében a stressz húzódik meg. Milyen lehetőség kínálkozik? Egészséges gondolkodásmódot kell kialakítani. Amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény, ezekkel foglalkozom. És a stresszt kiváltó gondolatokat pedig fogjul ejtem, leegyszerűsítve. Hát ugye van egy példa, hogy olyannyira kell nekünk befogadni a mérgező gondolatot és a vele együtt járó mérgező érzelmeket, amennyire kötelesek vagyunk a betörőt a házunkba befogadni. Eddig miért nem? Erről is beszéltünk, tudnék, a tudós társadalom 20 évvel ezelőtt a gondolkodás testre gyakorolt hatásával nem foglalkozott. Nem tudták azt, hogy minden gondolat változtat az agy struktúráján, és minden gondolathoz érzelmek társulnak, amelyek akár stressz hatást kiváltó tényezőkké nőhetik ki magukat. Azt gondolták, hogy a legtöbb lelki betegségnek nincs biológiai alapja, pedig a régi rómaiak már megfogalmazták a mens sana in corpore sano mondást, épp testben épp lélek. Ha viszont nem épp a test, akkor ahhoz, hogy is mondjam, egyfajta nyomorék psziché kialakulása is társulhat. Rengeteg ember, akinek fizikai problémái vannak, és ez látványos, ezt a másik ember elől nem tudja elrejteni, ehhez a fizikai állapothoz kisebbségi komplexusok kapcsolódnak. Kisebb, rövid a keze, rövid a lába, nagyobb a feje, szóval nem átlagos. Ezt neki takargatni kell, és miután nem tudja, ezért kialakul benne egy ilyen frusztráció, amitől pedig meg kellene szabadulnia. Oswald Marika ismerős, ugye? A múltkor idéztem tőle, csak a neve nem jutott eszembe. Azt mondta, nem vagyok különb senkinél, és nálam sem különb senki. Na, ez egy egészséges gondolkodás, nem? Nem tehetek róla, hogy milyennek születtem, teljes értékű ember vagyok, ami az emberi mi volt adottságait illeti, nem vagyok 3 méter magas, hát úgy kell nekem, csak 1,60. Szóval egyszerűen vannak dolgok, amiket nem tudok megváltoztatni, akkor minek gyötrődök felettük. Nem tudom megnövelni a termetemet, nem tudok változtatni a szemem színén, stb. Hiába szeretnék Adonis lenni, nem vagyok az. Tehát ezért meg kell tanulnom együtt élni azzal, kiegyensúlyozott lelkiséggel, amilyen vagyok és aki vagyok. A múltkor beszéltem arról, hogy viszont a gondolatainkkal óriási hatást gyakorolhatunk, és lehet, hogy korábban rossz tanulók voltunk, de ha sikerül kinek-kinek megtalálni azt a gondolkodási struktúrát, aminek az alkalmazásával a hatékony memóriaépítés működik, akkor a rossz tanulóból nagyon jó tanuló lehet. Elmondtam azt a 7 területet, az agynak azt a 7 területét, amelyekhez bizonyos gondolkodási struktúrák kapcsolhatók, és ha én megtalálom, hogy én hogyan gondolkodom, és annak megfelelően tudok majd gondolkodni, rendkívül hatékony leszek, eredményes leszek, a társaim fölé magasodok bizonyos képességek tekintetében, és jól fogom érezni magam a bőrömben, és olyan memóriát építek, amihez foghatót eddig még nem tapasztalt a világ, csak azért, mert
úgy építem a memóriát, ahogy az én agyi felépítettségemet lehetővé teszi. Felsorolnék példákat, tehát van intrapersonális ember, aki befelé fordulva magának való, és kell ahhoz, hogy ő memóriát építsen, hogy őt békén hagyják. Van interpersonális, aki társaságban, kommunikálva a környezetével, beszédben kifejezve épít memóriát. Vannak a mozgásérzékeléssel összefüggő intelligenciával rendelkező emberek, ezeknek párhuzamos tevékenységeket kell végezni. Van a vizuális és a térben, a térbeli világba kivetíteni tudó hozzáállás, van a zenei hozzáállás. És itt van egy, az a bizonyos kérdőív, amiről beszéltünk, mind a 210 kérdést tartalmazza, és hogy kinek milyen a gondolkodási struktúrája, és melyik a domináns irányultság, ha kitölti ki becsületesen mind a 210 kérdése választ találva, akkor megtudja, hogy amelyik területen a legtöbb kérdésre igenlő a válasz, az az ő esetében a domináns terület, és annak az előtérbe helyezésével és működtetésével tud igazán memóriát építeni. Na annyira azért nem, mint Kim Peek, aki ugye 12 ezer könyvet tud kívülről, de azért jó eredményeket érhetünk el. Idéztük már, változzatok el a ti elmétek megújulása által, tehát az agy képes változni, vegyük komolyan. Képes változni, növekedni, fejlődni, ez a valódi én megértésének az útja, és el kell mondjuk újra azt, hogy a gondolatok fizikailag megragadhatóak, mérhetőek, amelyek fölött képesek vagyunk hatalmat gyakorolni, sőt, szinte kötelező, hogy a gondolataink felett hatalmat gyakoroljunk, mert hogy fogjuk el ejteni minden gondolatot, mert olyanná válunk, amilyenné a gondolatok formálnak bennünket, és hogy milyenné válunk, ez azon múlik, hogy milyen gondolatokat engedünk be, és milyeneket zárunk ki. Senki nem panaszkodhat, hogy jaj, én ilyen vagyok, nem tehetek róla. Igenis tehetek róla, mert ahogy a szívemben gondolkodom, az vagyok. És ha beengedek olyan gondolatokat, amelyek az általam el nem fogadott erkölcsiséget és eszmeiséget hordozzák, akkor olyanná válok, és hiába fájdalom, hogy szembe kerültem az én legjobb elképzeléseimmel, beengedtem ilyen gondolatokat. A mérgező gondolatok negatív és aggódó érzelmeket váltanak ki, és ennek nyomán olyan biokémiai anyagok szaporodnak fel, amelyek stresszt váltanak ki a testben, elraktározódnak az agyban és a test sejtjeiben. Minden egyes gondolat, akár pozitív, akár negatív, ugyanazokon a ciklusokon megy keresztül, és a gondolat elektromos jelek, kémiai anyagok és idegsejtek együttes működése nyomot hagy az agyad felépítettségében, hálózatában, hálózati rendszerében is megváltoztatásra készteti. Amikor gondolkodunk, mi történik? Gondolataink aktiválódnak, aktiválják a dolgokhoz való hozzáállásunkat, és a hozzáállásunk egyenlő gondolataink összessége. Elménk pillanatnyi állapotát tükrözik azok a gondolatok, amelyekkel éppen foglalkozunk. Pozitív hozzáállás, megfelelő mennyiségű kémiai anyag, negatív hozzáállás gátolja ugyanezeknek a pozitív anyagoknak, a testünkre, a szervezetünkre kedvezően ható anyagoknak a működését. A gondolatok által felszabadított kémiai anyagok érzelmeket hordoznak, fizikai reakciókat váltanak ki, és így egy gondolat kézzel foghatóvá válik. Ha most valakinek lehetősége nyílna arra, hogy az én fejembe nézzen, és képes lenne arra, hogy lássa, hogy a gondolatok nyomán milyen kémiai anyagok termelődnek, akkor fogalmat tudna alkotni arról, hogy milyen vagyok. Mert. Egy gyors példát hadd mondjak el, remélem, hogy a végére érünk. Mondjuk elmondtam talán ezt a példát,
imponálni akartam a lányoknak, fiatalkoromban rászoktam a dohányzásra, mert a lányoknak ez tetszik. Nem dohányzom és nem is dohányoztam, tehát ez példa. Nagy aztán valakit elhíresteje, hogy itt volt egy ember Pestről, aztán népszerűsítette a dohányzást, szó nincs róla. Na szóval, amikor én egy döntést hozok, mondjuk arra nézve, hogy elfogadom, amikor cigarettával kínálnak, acetilkolin, egy idegingéret közvetítő anyag szabadul fel. És ha újra rágyújtok, akkor egy újabb mennyiség, megint még több mennyiség. És hogyha már néhány éve csinálom, akkor mérhetetlen mennyiségű, ilyen jellegű idegingéret közvetítő anyag szabadul fel, úgyhogy az idegvégződés mentén pici kis zsebekben felszaporodik és raktározódik ez a bizonyos idegingéret közvetítő anyag. Nekem nem kell arra gondolnom, hogy melyik zsebemben van a cigaretta, mert automatikusan nyúlok oda, csak azért, mert már sokszor csináltam, és az idegingéret közvetítő anyag nagy bőségben áll rendelkezésemre, és kitölti a szinaptikus rést. Hogy tudok ettől megszabadulni? Hát annyi ott az idegingéret közvetítő anyag, hogy engem szinte kényszerpályán tart. Meg kell jelenjen egy pozitív motiváció. Lehet félelem is. Az nem pozitív, de motiváció. Mondjuk kapok a tüdőgondozóból egy értesítést, hogy a tüdőszűrésen találtak nálam egy beszűrődést. És azonnal menjek, és ez piros kis levelezőlap, amit hát ugye a hatás kedvéért pirossal nyomtattak. Elmegyek a tüdőgondozóba, tele vagyok félelemmel, már nem dohányzom azóta, amióta az értesítést megkaptam, mert hogy jaj. Oda megyek, megvizsgálnak, kiderült, hogy hamis volt a riasztás. Hazafelé már újra dohányzok. Na hát azért, mert hogy elmúlt a veszély, és én most már nem vagyok az újabb motiváció hatása alatt. Amikor az újabb motiváció megjelenik, lehet ez mondjuk az én hozzám legközelebb álló ember aggódó tekintete, és én nem igazán szeretnék aggódó tekintetekbe belenézni, ez egy sokkal erősebb idegingeret közvetítő anyag kiváltását eredményezi, úgynevezett GABA, gamma-aminobutiriksav keletkezik egy vajsav, és ez felülírja az acetilkolin hatását. És én ennek az erősebb idegingeret közvetítő anyagnak a hatása alatt meg tudok szabadulni a korábbi rossz szokásomtól. És amíg működik és él ez az erősebb motiváció, addig én eredményesen nem dohányzom. Ki gondolja el, hogy az életében milyen erős motivációk léteznek. Megint emlékeztetni szeretném önöket, hogy például a keresztényeknek igen könnyű a helyzetük. Mert azt mondja Pál apostol, az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, és ezzel elkötelezett engem a jóra. Ki akarná megbántani és megszomorítani az Istent? Hát nem igazán. És éppen ezért mindazt, ami az Isten elképzelésével, rám vonatkozó elképzelésével megegyezik, azt elfogadom a bizalom jegyében, ami neki szomorúságot okoz, azt pedig elutasítom. Ez egy erős motiváció, és amíg ez működik, addig nálam, amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény, ezek kapnak helyet, és minden egyebet foglyul ejtek, és kirekeztem. Így működik az agytakarítás. A tudományról említettem ezt az előbb idézett mondatot, a modern tudomány többnyire azt fedezi fel, amit a régiek már tudtak. Ez is egy ilyen igazság. Most fedezi fel a tudomány az agy és a gondolat működésének ezeket a lehetőségeit. Ugye itt köszön vissza az előbb említett latin mondás, mens sana in corpore sano, a mérgező gondolatok eltorzítják az agyunkban zajló folyamatokat, viszont ha megértjük, hogyan alakul ki egy gondolat, és milyen hatással van érzelmeinkre és testünkre, akkor két választásunk van. Vagy szembe megyünk, a vágyaink szintjén szembe megyünk ezzel a felismeréssel, és továbbra is engedjük, hogy a haszontalan gondolatok úrrá legyenek, vagy pedig azt mondjuk, hogy a saját uralmunk alá szeretnénk vonni a gondolatainkat, mert megint egy híres bölcset idéznék,
Descartes mondta, cogito ergo sum. Gondolkodom, tehát vagyok. Sőt, olyan vagyok, ahogy gondolkodom, viszont ha nem gondolkodom, akkor bizonyos értelemben véve nem vagyok. Mert nem az vagyok, tehát az vagyok, amilyennél a gondolataim formálnak engem, de ezt a hatalmat nem gyakorlom, ezért olyan vagyok, amilyenné a tőlem független gondolatok formálnak engem. És aztán nem tudom, hogy milyen leszek. Mindig ezekre a borzasztó példákra gondolok ilyenkor, hogy amikor a gyerekek, unokák számítógépes játékokkal játszanak, és abban csak úgy folyik a vér, és hogy ott hullanak szanaszéjjel mindenféle levadászott lények, és hogy izgul a gyerek, hát majd szétesik a számítógép előtt, és a joystick is már szinte maradandó alakváltozást szenved, mert úgy fogja, hogy most mindenképpen győzön, olyanná formálódik, amilyenné az a pillanatnyi szituáció gondolati és érzelmi tartalmával együtt formálja őt. És ez azért borzasztó, nem? Ha ilyen démonvadász lesz a gyerekből, hát jaj. Még aztán összetéveszt engem egy zombival is felém fordul, szóval nem szeretném. Ezek valóságos dolgok, valóságosan kibontakozó, tetten érhető és valóságos fenyegetettséget jelentő dolgok. Nem csak a gondolatokat lehet tudományosan mérni, de testre gyakorolt hatásuk is bizonyítható. Érzelmeinken keresztül képesek vagyunk érezni a gondolatainkat, mert hogy minden egyes gondolat hordoz érzelmet, már korábban is említettem, gondoljunk valamire, és meg fog jelenni, csak mi érezzük majd, a hozzá társítható érzelem. Gondoljunk arra, hogy hazamegyünk, és a kedvenc ételünk vár. Összefut a szánkban a nyál, nem? De hazamegyünk, és meg kell mutatni, a gyerekek vagyunk, meg kell mutatni a szüleinknek az ellenőrzőnket, amiben bizony ott virít két egyes az elmúlt napból. És akkor most mi lesz? Kapom a kokit a fejemre. Mert hogy hanyag voltam, mert hogy nem figyeltem oda. Hogy fogod ezt, fiam, kijavítani? És már is megjelennek a szülői kezdeményezésre az elvonási tünetek. Nem mehetsz ki, nem kapod meg a biciklit, elveszem a számítógépet, szóval megjelennek az elvonási tünetek, éppen emiatt, és hát ugye ezek negatív érzéseket hagynak maguk mögött. Érzelmeinken keresztül tehát képesek vagyunk érezni a gondolatainkat. Egész életünk során gondolataink hatását tapasztaljuk magunkon, anélkül, hogy tudnánk róla. Ezért kellene a gondolkodás elvesztett művészetét visszaszerezni, és ezután csak tudatos és tudatosan vállalt gondolataink legyenek. Hogy néz az ki, hogy engem a külvilág irányít? Jó ez nekem? Emberhez méltó ez? Hát lázadjak már föl, és vessek számot azzal, hogy milyen következményekkel járad, és amik csak igazak, amik csak helyesek, ezekről akarok gondolkodni, és minden egyéb gondolatot foggyul akarok ejteni. Mert hogy engem ne manipuláljanak külvilágból származó ingerekkel, hatásokkal, érzelmekkel, meg ki tudja milyen eszmeiséggel. Minden emlékképhez társul egy hozzátartozó érzelem, ami elraktározódik az agyban és a test sejtjeibe is beépül. Nem tudjuk, hogy mit hordozunk. Minden gondolathoz tartozik egy érzelem, ez az érzelem kémiai reakciókat vált ki, ami változást hoz létre a testben és az elmében. Így jön létre kapcsolat a gondolat, a test és az elme között egy pszichoszomatikus hálózat épül így ki. Ha az esemény emléke felelevenedik, a hozzá társítható érzelem újra megjelenik. Tehát valamilyen élmény hatására eszembe jut egy nagyon negatív tapasztalat. Matek érettségi. Megjelenik a hozzátársuló érzelem is. Jó, de kellemetlenül éreztem akkor magam, amikor az utolsó példa végeredményét nem tudtam már fölírni, mert annyira ideges voltam a beszűkült tudat miatt. Egyébként egyetlen alkalommal ittam kávét az érettségi előtt, és olyan fejfájással ültem végig, és szenvedtem végig a szóbeli érettségit, mint soha semmikor azelőtt valamit. Csak azért, mert ugye
a lényem nem volt hozzászokva a kávé, az azt hittem, hogy ez most a teljesítményemet majd felfokozza, hát nem fokozta fel. Hát még jó, hogy azért eszembe jutott minden. Úgy mentem érettségén, hogy tőlem olyat ne kérdezzenek, amit nem tudok, ne kérdezhessenek, és nagyon frusztrált, hogy az ott megoldandó példa végére egyszerűen képtelen voltam a végeredményt felírni. A levezetés teljesen jó volt, de hát azért ez, hogy mondjam, csalódást jelentett önmagammal kapcsolatban, és hát ezért frusztrált. Ezzel csak jelezni szerettem volna azt, hogy milyen múltbeli emlékek is felidézhetők a maguk negatív érzelmi tartalmával együtt. Ha egy nemrég történt eseményre összpontosítunk, észrevesszük, hogy milyen érzelmek társulnak hozzá. Hogyan reagál a testünk ezekre a gondolatokra és érzelmekre? Így válnak tudatossá. Azért kell tudatossá tenni, hogy tudatosan azonosuljunk velük, vagy elhatárolódjunk tőlük. Tehát amikor én felidézek gondolatokat, és főleg a hozzájuk társult érzelem is megjelenik, akkor tudom, hogy bizonyos dolgokat hova soroljak. És ha úgy ítélem meg, hogy a negatív gondolathoz társított negatív érzelmet még egyszer nem akarom felidézni, akkor megszabadulok a negatív gondolattól, feldolgozom, mint egy kiírom magamból, és a hozzá társult érzelem is eltűnik vele együtt. És már is anyám nyugodt álmot ígér. Többé nem jön elő az érettségi negatív emlékképe. Kémiai anyagok sokasága aktiválódik, minél többet és erősebben gondolunk rá, ugye annál több anyag aktiválódik, talán mérgesek, frusztráltak és idegesek leszünk. Értelmünkben és úgy fizikai mi voltunkban is úgy reagálunk, mintha az egészet újra átélnénk. Amiről gondolkodunk, az terjed és növekszik, és önálló életet él, és amikor eldöntjük, hogy miről gondolkodjunk, ez a döntésünk eredményezhet örömöt, békét, boldogságot, és ezek ellentétét is. A gondolataink genetikai szintig ható változásokat okoznak. Ez megint riasztó. Betegségre hajlamosíthatnak, vagy éppen a betegségre való hajlamokat is képesek felszámolni. Struktúraváltozás eredményezi testünk betegségekre való fogékonyságát, vagy éppen az azoktól való szabadulást. Ha nem engedjük be a mérgező gondolatokat, jó érzést kiváltó kémiai anyagok szabadulnak fel. Elősegítik a gyógyulást, javítják a memóriát, javítják az összetett gondolkodást, és növelik az intelligenciát. És ugyanakkor ezek a bizonyos pozitív gondolatok az agy természetes patikájából boldogsághormonokat is képesek felszabadítani, endorfinokat, szerotonint, ami a melatoninnak, az agyat lenyugtató anyagnak az előanyaga, és amikor melatonin termelődik elégséges mennyiségben, akkor pihentető, nyugodt álmunk lesz, és frissen és üdén ébredünk. Mert ezt is a mi agyunkban lezajló folyamatok határozzák meg. Mi a cél? Az agyat egy különleges kérdéssoron kell átvezetni, ezek agytisztító kérdések, és a gondolataink képesek arra, hogy elseperjék a stresszt, értelmesebbé tesznek, nyugalmat hoznak, uralmat gyakorolnak az érzelmek felett. Ugye itt azok a bibliai szövegek kerülnek elő, amelyekből az előbbiekben szóban idéztem, minden gondolatot fogjul ejtvén. Ahogy az ember szívében gondolkodik, az ő. A gondolataink tehát méregteleníthetők. És meg kell tanulnunk uralkodni gondolataink felett, tehát minden gondolatot fogjul kell ejteni, fogjul lehet ejteni. A mérgező gondolkodás közvetlen következménye a stressz, a test egészére nehezedő súlyos feszítő teher, ami az agyra is hatással van. Stressz esetén a létrejövő érzelmi állapot hatására a fizikai reakciókat kiváltó kémiai anyagok árasztják el a testet. Harag, félelem, aggódás, keserűség. Egészségünkre gyakorolt hatásuk hosszú távon borzasztó.
Mi van egy olyan emberrel, aki nem tud megszabadulni egy negatív emlékképtől? Ezzel kell, ezzel fekszik. Már régen nem mosolyog, nem tud mosolyogni, mert nem tud elvonatkoztatni azzal, attól a méltánytalanságtól, ami őt érte. Pedig ugye idéztük, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Fel kell dolgozni, meg kell szabadulni tőle azért, hogy ne legyen kísérő jelenség. 48 óra alatt egy negatív gondolat is képes maradandó nyomot hagyni, és szállást venni a tudatunkban. 21 nap az a kritikus időhatár, ami után már szinte alig lehet megszabadulni tőle. Ezért gondoljuk el, hogy ezek a dolgok hogyan konzerválódhatnak, és talán nem lenne jó megvárni, amíg ez a bizonyos rögzülés ilyen végleges formát ölt. Én magam is megriadtam, amikor arra gondoltam, hogy valóságos fiziológiai reakciókat váltanak ki a gondolataim. Ugye az ember egy kicsit félti magát, hogy jaj, meg ne betegedjek, és hogyha a gondolataim is képesek arra, hogy engem megbetegítsenek, hát azért az elég nyomasztó. Mit csináljunk? A múltkor már utaltam rá, hogy miután 22 ezer döntésre számíthatunk napi rendszerességgel, ami elképzelhetetlen, legalábbis az elképzelhetetlen, hogy ezek tudatos, átgondolt döntések legyenek, ezért a bejövő információk mennyiségét kell szűkíteni, csökkenteni. A kívülről jövő inger hatást kell mederben tartani. Említettem, hogy ha Csajága röcsögén egy biciklista elüt egy kakast, ez hírérték manapság. Háromszor is megismétlik a híradóban. Kell nekem ezzel foglalkoznom? Kell nekem foglalkozni azzal, hogy az Antarktisz jegét most, mit tudom én, hűtőszekrényekben akarják tárolni, mondok blőd dolgokat. Szóval tudom befolyásolni. Mire jó ez? Szóval egyszerűen becsülöm azokat az embereket, akik tőlünk függetlenül ezeknek a könyveknek az ismerete híján is, egyszerűen az önmaguk iránt tanúsított odafigyelés jegyében kiszűrik. Vannak, akik vidékre költöznek. Vannak, akik a természetben élnek igazán úgy, hogy önellátókká próbálnak válni, és a gyermekeiket pedig otthon tanítják, mégpedig úgy, hogy a természet világából vesznek képeket, megvizsgálják a virágokat, bogarakat, állatokat, stb., és a gyerek vizuálisan is kötődik a látottakhoz, és így az információ egyfajta képanyaggal együtt hatol be a tudatába, és maradandóan marad. Az én unokám, csak megemlítjük, hogy itt volt a múltkor egy denevér, fölkapaszkodott a falra, és hogy kivágja, mint egy mellékes információt, hogy ugye nappal volt ott, pedig az egy éjszakai állat. Szóval az, hogy egy gyerek hogyan tanul, és hogy a szülők milyen környezetet biztosítanak a gyerek tanulásához, és hogy maguk a szülők tudják-e kordában tartani a gyereket ért információkat és kívülről jövő hatásokat, ez óriási felelősség. Van itt kint egy könyv, az a cím, hogy az első 7 év. És az a szerző, aki ezt a könyvet összeállította, meglehetősen terjedelmes mű, 700 oldalas, elemi fontosságot tulajdonít annak, hogy milyen hatások érik a gyermeket, főleg az első 3 év alatt. Fontosak nekünk a gyerekek, nem? Itt most törvényszerűségek hangzottak el, valóságosan, tudományosan megalapozott törvényszerűségek, amelyek a gondolkodással függenek össze. Az információ befogadásával vagy elutasításával függenek össze. Hát éppen ezért a mi gyermekeinknél oda kell figyelni erre. Ők még egyfajta kiszolgáltatottságban élnek. Olyan információk árasztják el őket, amilyeneket mi megengedünk, amilyeneket az iskolában rájuk zúdítanak, amilyeneket a társaik otthonról hozva ugyancsak rájuk zúdítanak.
amennyire rajtunk múlik, próbáljuk ezeket korlátok közé szorítani, hogy védjük őket. Testünk életben maradásához védelem és növekedés kell, és mindkettőt agyunk és idegrendszerünk irányítja. Naponta több milliárd sejt pusztul el, ezeket pótolni kell. Kétféle rendszer biztosítja a szervezet védelmét. Az immunrendszer a belső veszélyek ellen harcol, a hipotalamusz-hipofízis mellékvese rendszer pedig a külső veszélyekkel szemben biztosít védelmet. Ha a gondolkodásmódunk torzul, a növekedést és védelmet nyújtó funkciók összeütközésbe kerülnek egymással, és a szervezet egyszerre csak egy funkcióra tud összpontosítani, és ez esetben ez a védelem pedig sokkal inkább a növekedést kellene előtérbe helyezni. Felbomlik az egyensúly. Nézzük, hogy az immunrendszerre például hogyan hatnak a negatív gondolatok. Minden nap több száz, akár több ezer rákos sejt keletkezik, és ha egészségesek vagyunk, és az immunrendszerünk a helyzet magaslatán áll, akkor ezek az immunkatonák levadásszák ezeket a rákos sejteket. Ha viszont félelem, depresszió, aggódás, harag jelenik meg, és ezt kivetítjük emberekre, akkor megerősítjük a stresszt kiváltó hatásokat. Mérgező gondolatok eredménye stressz, káros kémiai anyagok születnek, károsíthatják az immunrendszer molekuláiban a DNS-t, és az immunsejtek kevésbé hatékonyak, tehát a rákos sejtek szabadon burjánozhatnak. Egy bizonyos kortizol nevű stresszhormon szintje is ingadozni kezd, hatalmas mennyiség árasztja el a szervezetet. Feladata a szívműködés, az immunrendszer és az anyagcsere egyes folyamatainak a szabályozása, viszont ha felborul az egyensúly, akkor ezek a funkciók is összezavarodnak. A stressz hatására tehát nő a kortizol szint, és túl sok kerül az agyba, a memóriát ideiglenesen összezsugorítja. Ilyenkor van az, hogy stressz helyzetben nem jut eszünkbe semmi. Mondjuk egy egyszerű, kevésbé kártékony szituáció, a vizsgán, ugye mit mond az ember? Tanár úr, én készültem, és semmi nem jut az eszébe. Pedig tényleg készült. Viszont ha felenged, mondjuk megnézi a tesztlapot, és látja, hogy azért egy-két kérdésre tudja a választ. Jó, akkor már a kettes megvan. És ettől felenged a stressz, és a többi is eszébe jut. Tehát a stressz helyzet beszűkíti a memóriát, mint egy zárója, gátolja a működését, és hát ilyen negatív hatásokkal kell számolni. Ha nagy mennyiségű kortizol szabadul fel az idegsejtek dendritjei mentén, ugye ezek feladata az, hogy az elektrokémiai jeleket továbbítsa, ezek a dendritek zsugorodni kezdenek, és felborul az agy kémiai egyensúlya. A dendritek faszerű nyúlványok, ahol a memória tárlódik, ezek alaposan megnőnek, szertágazódnak az idegsejteken a gondolkodás hatására. Ezek az ágak vissza is tudnak húzódni a stressz hatása alatt. Nézzük, hogy ezek a dendritek, amikor károsodnak, miféle problémákkal társul az eféle károsodás. Depresszió, fóbiák, pánikrohamok, fáradtság, letargia, kimerültség, álmatlanság, aggodalmaskodás, zavartság, a kreativitás hiánya, fejfájás, feledékenység. Stressz esetén oda kell figyelnünk a gondolkodásmódunkra. Például itt van az Ószövetségben 365-ször ez a bizonyos altirá. Az alahéberben azt jelenti ne, a tirá meg félj. Tehát összeadva ne félj, mert a félelem stresszt vált ki. És a félelem beszűkíti a memóriát, és összezavarja a gondolkodást, és az agyban a kémiai anyagok összezavarodásának eredményeképpen sajnos problémák egész sora jelenik meg. A mérgező gondolatok és érzelmek természetes módon kapcsolódnak egymáshoz. Ha megszabadulunk a mérgező gondolatoktól, a mérgező érzelmektől is megszabadulunk.
Ha valakinek a gondolkodásmódja mérgezett, agyának idegrendszerében fizikailag beépült, mérgező emlékek vannak. Ha együtt akarunk ezekkel élni, hát lelkünk rajta. A mérgező gondolatokat kísérő kémiai anyagok sok ezernyi mérgező láncreakciót váltanak ki, például a félelem több mint 1400 ismert fizikai és kémiai reakciót vált ki. Egyetlen rossz érzés a félelem 1400 kémiai reakciót, fizikai és kémiai reakciót vált ki. Most nézzük, hogy a méreg miféle útvonalat jár be. A felgyorsult élettempó egyik szövődménye az, hogy nem tudjuk igazán kontrollálni a gondolatainkat és az érzelmeinket, mert az előbb is utaltam rá, 22.000 döntési helyzet jelenik meg, gondolatok és érzelmek együttes jelenlétében. Rengeteg stresszes helyzet és érzelem jellemzi egy-egy nap tartalmi oldalát, eldönthetjük, hogy mennyire hat ránk a stressz. Ha megszakítjuk a mérgező gondolatok útját, akkor képesek leszünk arra, hogy szakítsunk a stressz befogadásának szokásával. Három fokozata van a stressznek, ez a bizonyos átmeneti, ez akár lehet pozitív is. Ez a harcolj vagy menekülj képlet. Ha hosszú távon együtt élünk a stresszel, akkor kezdenek érvényesülni a negatív hatások, megjelennek a kedvezőtlen hatást kiváltó kémiai anyagok, és ha krónikussá és tartósá válik a stressz, akkor a tartalékok is kimerülhetnek, és a tartalékok kimerülése halálhoz vezet. Mivel kell szembenézni? Elfojtott meg nem bocsátással. Ugye meglátok valakit, aki engem megbántott, és rögtön ökölbe szorul a fejem. Mert nem tudok megszabadulni az engem ért sérelemtől. Akkor is megbocsáthatok valakinek, ha az illető nem kér bocsánatot. Nehéz ez? Nehéz. Valljuk be őszintén, mert az önérzetünk ott ágál. Szabad egy házi feladatot úgy megcsillantani? Érdemes lenne egy szótárat elővenni, értelmező szótár is lehet. Keressük meg azokat a szavakat, amelyek énnel vagy önnel kezdődnek. És ezeket ki kéne írtani, mert önsajnálat, önérzet, stb. Önfelmagasztalás. Ugye ezek mindig egy kicsit feltornázták az én jelentőségét, ezért az sokkal könnyebben válik sebezhetővé, sokkal több stressznek tesszük ki magunkat, mert jaj, már megint mi történt velem, és hogy néztek rám, és mit beszéltek a hátam mögött, stb. Stb. És ettől frusztrált leszek, és nem tudok ezektől szabadulni, ezek viszont igen kellemetlen hatásokkal társulnak. A szervezetünknek van három területre, és a gondolkodás, illetve a stressz, a gondolkodás hatására megjelenő stressz ezekre óriási hatást gyakorol. Szív, immunrendszer, emésztőrendszer. Ezeket nem taglalnánk most, mert hogy ezek hát meglehetősen ismert területek. Egy dolgot hadd mondjak el, hogy ha mérgesek vagyunk, ne együnk. Mert az emésztő rendszer is összezavarodik. Ugye tudom, hogy van ilyen fogalom és ilyen gyakorlat, hogy bánatevés. Megbántottak, bekapok egy tábla csokit. És ha nagy bánatom van, akkor még egyet. Szóval, mert hogy endorfinok szabadulnak fel a csoki fogyasztás hatására, ehhez pedig nekem jogom van, és ez nekem kell. Az emésztő rendszer a maga kuszaságában nem tud megbirkózni ezekkel a terhekkel. Ha felidegesítettek, ne egyek. Ugye elmondtam egy korábbi alkalommal, hogy feleségemmel még Békásmegyeren laktunk, és néztük a tévét, és volt egy rajzfilm, egy ilyen Donald kacsás, akkor még mi is egy kicsit ilyen gyereki állapotban voltunk, és hallgatott a kacsa egy rádió műsort, és abban egy ilyen történet bontakozott ki, ha elönti agyad a düh, számolj el 10-ig. Miközben a kacsát különböző borzasztó, frusztráló, idegesítő dolgok érték, és már tombolt és vörösödött a feje,
Miközben egy megnyugtató hang a rádióban állandóan azt énekelte, ha elönti agyad a düh, számolj el 10-ig. És a kacsából úgy kirobbant az indulat, és azt mondta, hogy 20-ig, mert hogy nem tudott úrrá lenni ezeken a dolgokat. Azért mondtam, hogy legyen mihez kötni az itt elhangzottakat. Tehát mindenképpen úrrá kell lennünk a bennünket frusztráló, nyomasztó érzések felett, amikor lenyugodtunk, amikor lecsendesedtünk, amikor helyreállt a béke az olajfák alatt, akkor együnk. És ha ez nem áll helyre estig, akkor büntessük magunkat azzal, hogy nem eszünk. Mert meg is szabadulhattunk volna ezektől, hogyha éppenséggel nem magunk körül forgunk. Hogyan lehet tudatosítani ezeket a gondolatokat és a hozzájuk társuló érzelmeket? Az anyaggyűjtés az 5 érzékszerven keresztül gyűjthető be, tehát az anyag maga. Tudatosítani kell, hogy az ajtó az 5 érzékszerv, és onnan jönnek be a külvilágból származó információk, és ha ezt én már eleve tudatosítom, akkor tudom, hogy mire kell figyeljek. Vannak olyanok, amelyek vállalhatók, vannak olyanok, amelyek nem vállalhatók. Ami nem vállalható, azt ne engedjen be az ajtón, mert ezen az ajtón csak belül van kilincs. Tehát begyűjtjük és értelmezzük ezeket a bizonyos információkat, és az értelmezés, ami a mi erkölcsi és eszmei meggyőződésünk alapján történik, ki tudom szűrni a kedvezőtlent, és be tudom fogadni a kedvezőt. Milyen hatást gyakorol az elménkre? Képesek vagyunk befolyásolni, milyen hatást gyakorolunk az elménkre, hogyan? A bejövő információ átmeneti állapotban van, nem épült be a memóriánkba, nem vált értékrendünk, lényünk részévé. Tehát elutasíthatjuk, befogadhatjuk. Az amigdaláról is talán esett szó a múltkor. Az amigdala, a hipokampusz, ezek úgy együttesen az érzelmeinkért felelősek, a múltbeli érzelmeinkért, a múltból tárolt érzelmekért is, és hogyha az érzelmi tényező eluralkodik az értelmi felett, akkor ez azt jelenti, hogy az amigdala hatalmi pozíciót vett fel, és ettől kezdve már nem a józan megfontolás, hanem az érzelmek irányítanak engem. Az elmélkedés pedig azt sejteti, hogy tudatosítanom kell, hogy az az információ, ami bejött, milyen kategóriába tartozik. Gondolkodjak el rajta. Kell nekem, nem kell nekem. És legyen erkölcsi bátorságom elutasítani akkor, ha tényleg nem kell. Ne tároljak olyat, ami nem kell. A múltkor említettem azt a bizonyos példát, ugye Beliál egy érdekes szó a Bibliában, és utána néztem a szótárban, hogy mit jelent ez. Ott így fogalmaz, mert ugye ez egy ilyen bibliai fogalmi szótár volt, hogy a menny szempontjából értéktelen dolgok gyűjtő fogalma. Hát ezt szelidítsük le egy kicsit, és mondjuk azt, hogy az értelmi és érzelmi meggyőződésem szempontjából értéktelen dolgok gyűjtő fogalma. És feltehetjük magunknak a kérdést, hogy van-e nálunk olyan valami, olyan gondolat, olyan érzés, ami a legjobb meggyőződésünk szempontjából értéktelen. Nekem sok van. Ezt azért mondom bátorítóan, hogy ne ijedjünk meg ettől, el kell kezdeni az akarítást, és amíg csak igazak, amíg csak helyesek, ha van valami erény, akkor ezekről, és a többit meg foggyul ejtjük. Ez egy jó játék, nem? Egy kalandjáték. Bizonyos dolgokat foggyul ejtek, másokat pedig befogadok. És én vagyok a főnök. Ami nem kell, mehet, ami kell, marad. És ha ez tudatossá válik, akkor tényleg tudatosan a kezembe veszem annak a valakinek az irányítását, az illető milyenné válásának az irányítását, aki én magam vagyok. És senkinek nem panaszkodhatok, arra nézve, hogy én milyen vagyok, mert azzá váltam, amilyen a gondolataim formáltak engem. És akkor legközelebb itt folytatnánk, jó?